Yep. Yo. Hát hogy, hogyan mutatkoznál be most, ha valaki megkérdezne, aki nem ismer? SCAULZ meg lenne? Nem akartam soha megváltoztatni a nevemet, mert ez jelent valamit családot. De a Bob az Bob? Bob az csináltam. A Schulz Robi az nem érte volna túl azokat a nevéket, amiket én túléltem. Nekem mindig volt egy elképzelés, egy amerikai filmrendezőről, nem ezzel a névvel, de aki azt csinálja, amit csináltam, és először megjátszottam, azután elhívtam, és aztán azzal így lettem. És most? Még csinálod? Automatikus. Egészség? Dolgozunk rajta. Kitettél a Facebookra, amikor van egy érdekes csomóval eszélt a halálról, és hogy tényleg örökké élhetni, csak időnként elmondik valamit. Úgy érzem magamat, hogy is egy Rolls-Royce vagyok, de egy olyan közép minőségű BMW, aki ezt vagy azt már meg kell, hogy javítsák rajta. És ameddig még van régi használt alkatrész, amit még lehet találni, addig még fog ketyegni. Érted. Na jó. Nagyon jó itt lenni. Közös élményeket, közös barátaimat, mert nem mondhatom, hogy minden osztálytársammal a barátaimban. Azért nem értek, hogy megmondhat, hogy ez az érzés bizony. Mások sportirányban küldtem. Olyan dolgok királtam, hogy engedek életem, hogy most is elégem, semmi rossz érzésére nincs, nem tettem meg, egyszer feldobtam, mert a rajztanárnak alapjában fülbe hoztam, és nem jelentek ezt, hogy mi vagyok az, és a tervált egy olyan papírra föltelett, hogy ki csinálta, és akkor mentünk, bocsáss meg! De ez volt az én bosszom. Értem. De most már azokkal is tudom, és mindenre. Köszönöm, jó. Hogy felvette. Hát, a Parkinson, ezt kell megnyomni? Igen, ez kész. Jó,